Jó reggelt kívánok, 2021. október 21-én, csütörtökön. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, újra felébresztettél minket. Újra felkelhettünk az ágyból, és amikor mortosak vagyunk, hogy miért kell megint felkelni, hadd jusson eszünkbe, Urunk, hogy felkelhetünk. Nem vagyunk betegek, nincs eltörve lábunk, kezünk, és kikelhetünk az ágyból. Igazából hálásnak kellene lennünk, és nem morcosnak. Köszönjük az éjszakai pihenést, kérünk, hogy a mai nap értelmét is te mutasd meg nekünk. Azt, hogy mit miért tegyünk. Vezess, szent lelked által, mert ha a saját fejünk után megyünk, akkor elbukunk. Bocsásd meg, Istenünk, bűneinket, hűtlenségeinket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Isten igéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt. Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt második levelének a teljes első részét a következőképpen. Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikaiak gyülekezetének Istenben, a mi atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem nektek és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik mindnyájatokban. Úgyhogy mi magunk dicsekszünk Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert úgy igazságos Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mivelünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűzlángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, amikor eljön azon a napon, hogy megdicsőüljön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit cselekedeteivel hatalmasan, hogy megdicsőjön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. Eddig a felolvasott igeszakasz. Úgy vélem, hogy aki pusztán csak hallgatja az áhítatot, nehezebb dolga van, mert hogy egy ilyen hosszú ige szakasznál, mikor végig felolvassa az ige hirdető, akkor a hallgató gyakran nem is emlékszik, hogy az elején mi volt ennek az ige szakasznak. Ezért kiemelném a 11. verset, mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen méltóvá titeket az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel, és a hit cselekedeteivel hatalmasan. Tegnap befejeztük a tesszalonikaiakhoz írt első levélnek az olvasását, most pedig elkezdtük a második levélnek az olvasását. Három részből áll ez a második levél. A szerzője ugyanúgy Pál apostol, mint korábban, és ugyanúgy annak a tesszalonikai gyülekezetnek szól, mint korábban, csak eltelt egy kis idő a kettő között, amikor is híreket kapott Pál apostol, és hogy Krisztus előtt, Krisztus után 51 vége felé születhetett ez a levél. Azért írta Pál apostol, mert noha nagy öröme lehet a gyülekezet fejlődésében, de úgy látszik, hogy az első levél az mégsem érte el a kívánt eredményt. Miközben az üldözés nő, fokozódik, aközben a gyülekezetnek is fokozódik az igazság iránti vágya és a Krisztus visszajövetelének a várása. Ez azonban hozzá kapcsolódik valami olyan jövendedéshez, félreértelmezéshez, hogy azt gondolják, hogy nagyon közel van már Jézusnak a visszajövetele, és ezért elhanyagolják a mindennapi teendőket.
Pál maga beszél ugyan az elragadtatásról az előző tesszalonikai levélbe, de azt nem mondja sehol sem, hogy valamikor a közeli jövőbe kellene ezt igazán várni. Ez a várakozás, ami a tesszaloniakaiakat érintette, gyakorlatilag egyfajta rajongássá vált, elhanyagolták a naponkénti munkát, és Pál gyakorlatilag nagyon is keményen felhívja őket arra, hogy tessék szíves lenni a naponkénti feladatokat teljesíteni, mert a hit nem mehet az Istentől kapott feladatok rovására. Nem lehet a kettőt egymás ellen kijátszani. Amikor mindezt Pál apostol elmondja, a közben egy nagy-nagy dicséretet ad ennek a gyülekezetnek, és megdicséri őket, hogy a ti hitetek nőttön nő. Olyan jó, amikor ezt mondhatja egy pásztor a gyülekezetre, ezt mondhatja azoknak, akiknek szól, hogy látszik az, ahogy növekszik a hitük. De figyelmezteti is őket, hogy igen, üldöztetés van, de ne akarjanak bosszút állni. A bosszúállás az Istené. Ne akarjak bosszút állni. Soha nem vezet jóra. Enyém a bosszúállás, majd én megfizetek, ezt mondja az Úr. Merjük ezt ő rábízni, aki igazságosan ítél, ha igazán megtért keresztjén hívő ember vagyok. Elengedem a bosszút, átengedem Istennek, és ezáltal nem csak én szentelődök meg, hanem az ő neve is. Azt mondja Pál, mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen méltóvá az elhívásra. Mit jelent ez? Mit jelent méltónak lenni az elhívásra? Valójában a keresztény ember, az ember soha nem lesz méltó Istenre és az ő elhívására. Mihelyest ezt tudatosítom magamban, akkor lettem méltóvá. A méltatlan voltam tudatosítása, hogy én nem vagyok méltó arra, hogy Jézus Krisztus megváltson. Nem vagyok méltó arra, hogy Isten elhívjon az ő szolgálatára, és ő mégis megteszi ezt. De tovább is megy. Azt mondja, hogy Istenünk töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit cselekedeteivel hatalmasan. Mit jelent megtölteni? Mit jelent az, hogy tele vagyok, teli vagyok? Nem csak akkor mondják ezt, amikor valaki nagyon jól lakott. Az idősebbek még emlékeznek egy sorozatra, Família Kft. Volt a neve, amiben az egyik nő, amikor nagyon ideges volt, akkor mutatta, hogy eddig vagyok. Mit jelent az, amikor teli vagyok, tele vagyok? Egy történet szerint a professzor vagy a tanár a diákjai szeme láttára elővette egy befőttes üveget, és néhány olyan 5 cm körüli átmérőjű követ. Ezeket a köveket belepakolta a befőttes üvegbe, és megkérdezte a diákoktól, hogy tele van-e az üveg. Ők mondták, hogy igen. Ekkor elővette egy zacskót, amiben kisebb kavicsok voltak. Ezzel elkezdte újra megtölteni az üveget, és megkérdezte a diákokat, hogy tele van-e az üveg. Hát voltak, akik azt mondták, hogy igen, voltak, akik sejtették, hogy itt még nincs vége a dolognak, és így is lett. Ekkor elővette egy harmadik zacskót, és ugyanabba az üvegbe elkezdett homokot beletölteni, amíg az ki nem töltötte teljesen az üveget, és megkérdezte, hogy tele van-e az üveg. És mondták, hogy igen. Ekkor azt mondta, vegyétek észre, hogy ez a ti életetek, az üveg. A kövek a legfontosabb dolgok az életben, a családod, a szerelmed, az egészséged, a gyermekek. Ha minden mást elveszítenél, akkor is teljes maradhatna az életed. A kavicsok azok, amik még számítanak. A barátok, a pénz, a siker, az elismertség, az egészséged. A homok, az apróságok, amik nem számítanak. Ha homokot töltöd be először az üvegbe, akkor nem marad hely a kavicsoknak és a köveknek. Ugyanezt történik az életeddel. Ha minden idődet és energiádat az apróságokra fordítod, nem marad hely azoknak a dolgoknak, amik igazán fontosak a boldogságod érdekében. Először a kövekre figyelj, amik igazán számítanak. Mindig lesz időd bulizni, netezni, tanulni, dolgozni, takarítani, vendégeket hívni, rendet rakni. De ez csak homok. Az egyik diák állítólag ekkor megkérdezte, hogy és most már tényleg tere van az üveg? Már a professzor is azt mondta, hogy igen, de akkor oda ment a diák,
vitt magával egy flakon vizet, és elkezdte vízzel feltölteni a már terinek tűnő befőttes üveget. A homok nyilvánvaló, hogy még elég sok vizet tudott felvenni, és ekkor teljesen tele lett valóban a befőttes üveg. És azt mondta a diák, professzor úr, ha az életünk már teljessé vált, ebből a példából jól látszik, az életünk akkor lesz igazán teljes, ha minden átitatódik Isten szeretetével, Isten igéjével, Isten szent lelkével. Kedves testvérem, te tele vagy-e már? Tele vagy? Isten igéjével, Isten szent lelkével, Isten szeretetével? A helyén vannak a dolgok az életedben? Ugye nem homokkal töltötted fel azt az üveget először? Keressétek először az Isten országát, és az ő igazságát, és mindezek ráadásul megadattak nektek. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük neked azt, hogy megtalálhatjuk a prioritásokat, hogy mi az, ami igazán fontos, és mi az, ami nem. Mi az, ami te szerinted való, és mi az, ami nem. Kérünk, Urunk, hogy ha szükséges, te üresíts meg minket, hogyha kell, tudjuk újra kezdeni. Te rendezd át az életünkben azt, ami nem odavaló. Tölts el a te igéddel, szent lelkeddel, szereteteddel. Nem azért, mert megérdemeljük, hanem azért, mert kegyelmes és könyörülő Isten vagy. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi ezt. Amen. Áldott napot mindenkinek!